Na hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Kisnek fogjuk a bázisát, vagy házát, vagy valamit megtalálni, még én se tudom. Szóval, hogyha tetszik ez az ötlet, vagy szeretnétek, hogy ezt megcsináljuk, akkor már most csapattatok egy lájkot a videóra, amit nagyon-nagyon szépen megköszönök. Na szóval, nagyon-nagyon sokan szoktátok ugye mondani, hogy miért van az, hogy a nagy csatornában mondjuk valakit ugye soha ne válaszol meglátok, és azután én megkeresem őt ebben. Tehát ez így szokott lenni, srácok, hogyha van egy karakter, akit én a nagy csatornámon beválasztok ebbe a soha ne válaszba, akkor azután szoktam azt csinálni, hogy megkeresem őt így a kis csatornámon. És ez egy tök jó kontextus szerintem, hogy így úgymond a nagy csatornámon ugye megláttam, hogy ugye van ő, és ezért ugye csinálom meg úgymond a kis csatornán. Szóval ez szerintem ez így király, vagyis így jó. Én legalábbis úgy találtam ezt, hogy ez így tökre jó hangulatba tud jönni, hogy ugye őt ott láttuk először, akkor miért ne csináljuk meg ezt így a kis csatornán, de mindegy. Na, akkor szedjünk is ugye cuccokat, és ezt ugye el szeretném mondani, ez nem a kis csatornámhoz tartozik, ez a nagy csatornámhoz, de hogyha esetleg valaki csatorna tagságot ugye venne a nagy csatornámon, annak mostantól majd moderátort is fogok adni a nagy meg kis csatornámon, és lehet, hogy egyszerre, lehet, hogy csak külön, nem tudom még, attól függ, hogy milyen emberről van szó. Most ezt nem szeretném olyan, hogy milyen ember, hanem inkább úgy mondom, hogy hogyan viselkedik az az ember. Tehát hogyha valaki olyan az, aki nem tud moderálni, nem tud helyesen írni, annak valószínűleg nem fogok mind a kettő csatornán, lehet, hogy csak egy csatornán, lehet, hogy egyiken sem, nem tudom. Tehát ez attól is függ, hogy azért nem akarok olyanokat, hogy valaki megveszi ezt a csatornatagságot, adok neki moderátort, és a harmadik perc már a fél csatornám ki van tiltva az egész chatről, mert hogy ő azt gondolta, hogy mennyire gonosz, hogy mit tudom én. Na de mindegy, meg vagyunk a cuccokkal, és én azt mondom, hogy akkor mindjárt el is indulunk, csak így nagyjából jó, így szépen így elrendezem, hogy legyen azért nálam egy kis építő blokk is. Ugye most kishez megyünk, szóval alapból hoztam magammal csontot. Nem tudom, hogy mennyire lesz így barátságos azok után, amit csináltunk, legalábbis én mondjuk jó úton haladsz. Na oké, király, ugye hát a fehér gyapjuk fele kell mennünk. Szóval nem tudom, hogy azok után én mennyire leszek vele barátságos, vagy ő mennyire lesz vele barátságos. Kicsit azért haragudtam az a videó után, ezt amúgy még ti nem láttátok, halljátok. Tényleg most ott eszembe, hogy ti még ugye ezt később látjátok a nagy csatornámon lévő videót. Wuff, jó felhaladok. Tehát a nagy csatornámon az a lényeg, hát spoilerezzek? Nem spoilerezzek, úgyis majd ez a videó után 2 percre rá ugye, majd ki fog derülni, hogy mi történt. Szóval én most nem árulkodok el nektek semmit, majd ti meglátjátok, hogy mik történtek. Ha nem hozol kaját, véged, hát persze kis, hát igen, hát neked csak a kaja fog kelleni, hogyha én jövök, mi más is kéne ennek a kutyának, hát srácok, azt jegyezzétek meg, hogyha egy kutyát meglátogattok, akkor mindenféleképpen vétek magatokkal kaját, megharaplak, úristen, kis, te nagyon izé vagy, te nagyon elkezdtél úgy tűnik, hogy ilyen agresszív módon, úton elizélni, jó, erre kellett menni, nem tudom, hogy még mennyi van. Ott még ott a dombon is felvezet, szóval szerintem már azért lassan csak ott leszünk, általában egy olyan fél-egy perc között szoktunk így odaérni a helyekre, hogyha ilyen dolgot el kell kezdeni követni. De hát reméljük, hogy ott leszünk, itt van még egy tábla. Csontot! Jó, oké, hozom a csontot! Mondjuk az előző dolog után, amit majd megláthattok a nagy csati van, hát azok után nem tudom mennyire érdemli meg, majd ezt ti is meglátjátok, hát én kicsikét kiégtem rajta, hogy is mondjam, de hát ezt majd ti is meglátjátok, hogy mi hogy történt. Jó, itt így fel kéne mászni. Ott is egy farkas. Ott is ott egy... Hogy van itt ennyi farkas? Mi van? Ki... Aha, féj. Oké, megijedtem, félek. Mi történt, srácok? Kisnek ennyi barátja van? Vagy így áthívtam, most éppen valami bulit csaptak, vagy nem tudom, hogy mi van, de ez lesz így a háza, gondolom. De remélem, hogy kis lakik itt. Ezt én becsukom ők, hogy maradjanak kint. Nincs itthon, ahogy látom. Eléggé sok kemencéje van meg. Úristen. Úristen, mennyi cucc van? Mi ez? Neon zöld gyapjú. Mik ezek, srácok? Tele van izével. Gyémán, van egy gyémán szettje. Kutya eledel. Lol, komolyan tele van cuccokkal kis, na várjátok, én ezt azért felveszem, akkor most már menők legyünk. Nem, ő nem fog mondjuk annyira haragudni. Most így hol kéne őt megkeresnem, vagy
itt lesz a többi kutya között? Na várjatok, de rengeteg kutya van. Hát én ennyi kutyát nem tudok átkutatni, hogy melyikük lehet kis. Várjatok már, meg amúgy süt, jó sütit azt most nem hoztam direkt, mert tudjuk, hogy kis meg süti azért nem mindig vannak jóba. De most így halkenőt megtalálom, vagy nem tudom. Tehát, hogy a házában ugye nem volt. És hát rengeteg kutya van ennyi kutya közül, nem fogom tudni őt megtalálni. Nem tudom, ott van. Ott van, mit csinál? Barátkozik, beszélget velük, vagy? Lol, szia, hello. Szia kis, szia, várjál, mi a helyzet? Hello kis, figyelj már, te nekem nem mondtad, hogy ilyen nagy baráti köröd van. Ezt hogyha előbb mondtad volna, szia gazdi, szia kis, tessék, kapsz egy csontot. Nem mondtad, hogy neked ilyen nagy baráti köröd van, ezt előbb is mondhattad volna, hallod, hogy így ennyi kutya ismerősöd van, mert lehet, hogy jól jöttek volna, érted, nem tudom, hogy a soha ne választok, ne vagy bármi, de amúgy mi a helyzet veled, vagy nem tudom, mit csinálsz itt, hogy ilyen külön nagy házad van, nem is tudtam erről, nekem nem is mondtál nagyon semmit, szóval most itt az ideje szerintem, hogy mesélj. Hogy itt vagy, hogy találtál meg, gondolom, hát követtem a fehér gyapjukat, tudod, te is tudod, hogy én mindig meg szoktam találni mindent. Sőt, ezt te tudod a legjobban kis, te szoktál átlába velem, jó, ilyenekhez nem szoktál velem jönni, de te is tudod, hogy én hogy meg szoktam mindent találni, szóval szerintem ez azért annyira nem lehet neked meglepő, inkább azt mondd meg, hogy ennyi kutya barátod van, és így érted, tehát hogy így nem tudtam róla, meg arról sem, hogy van ilyen király szetted. Ezt így nem akartad volna elmondani, vagy bármi. Vagy nem tudom, hogy ezeket a csontokat, ezeket tőlem gyűjtötted, amikor én mindig dobáltam neked? Vagy fogalmam sincsen, hogy ez így a csontokat is amúgy honnan szereztél ennyit. Tehát lehet, hogy van más gazdia is, vagy nem tudom. Nemrég csatlakoztam a kutyaklubba. A kutyaklubba? Az komoly, hát látom, vannak ott egy páran. Szia! Hello! Szia! Milyen aranyosan néz már? Szia! Kapsz csontot? Kapsz sok csont? Mennyi csont kell nekik? Ezek nagyon izék, nagyon nem szelít kutyák. Szia! Ő mostantól követ minket. Ő lesz az új kis, látod? Le is cserélek téged inkább. Sőt, őt is várjatok, mindenkit. Mindegyik kutya mostantól velem jön. Sziasztok, hello. Úgyis van egy csomó csontom. Hát, kis, ezek a te csontjaid lettek volna. De hát nagyon úgy tűnik, hogy ők jobban megérdemlik. Gyertek kutyák, várjatok. Várjatok, beszéljétek egy párat, mert amúgy milyen király lehet már, hogy izé. Mit tudom én így, mennyire király lenne már, hogyha van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 100 darab kutyám, aki... Szia kis! Hello! Mizu! Várjál, mindjárt olvasom, még szedek. Na de nagyon izé, nagyon össze-vissza vannak. Azt, hogy legalább mondjuk mindegyik így benn van a házba, az bulisztok, vagy valami. De úgy tűnik, hogy mindenki össze-vissza megy. Elvetted a csontjaimat? Ja... Jó, bocsi kis, ne már, kis, figyelj, ne, tisztelen most ott teszem, hogy nem lett volna rossz jó ötlet elvenni kis nagy csontokat, de nézd már meg a kutyákat, látod? Ők a barátaid, nem már srácok, nem már kis, figyelj már rám, ne, Istenem, nem már kis, nem már, Lici, maradj ott, te, lelök minket, jó, várjál, kajálnom kell, várjál, kajaszünet. Jó, folytathatjuk. Jó, amúgy nem. Kis, légy szíves! De... Most haragszol rám? Kis, most... Igen? Jó, oké, tessék, várja, kapsz... Mert visszakapod, egy darab csontot kapsz, így jó? Így jó? Nem? Kapsz kettőt, így esetleg? Na? Nem? Mindet kéred vissza? De... Haj... Jó, gyere, beszéljük meg a házban, jó? Ezt megvitatjuk. Ezt megvitatjuk a többi kutyuskával is, gyere! Gyert, nem, őket is enged be szépen. Gyertek szépen, barátaim. Hú, mert mennyien vannak. Gyertek be, így is van. Csukjuk be, mert kint rossz. Na, nézd rájuk, ők is akarják a csontot. Te is akarod a csontot. Ki érdemli meg jobban? Gondolom, hogy azt írja, hogy én. Jaj, annyira látom, én gondoltam. Hát, jó, mondjuk ezek a te csontjaid. De nézd rájuk, szegények, milyen aranyosak, nézd meg őt, annyira aranyos, látod? Kell neki a csont, ő is éhes. Szegény kutyus, na, kis, figyelj. Visszaadjuk neki, srácok. A komment szekció most ezt írjátok le, hogy szerintetek megérdemli a kis. Ők kapnak mástól.
Jaj, jól van, visszarakom, tessék, tessék, hogy örülj. De az, amit az én csontot hoztam, azt nem, jó? Amit én csontom hoztat, azt akkor nem. Most úgyis haragszok rád a nagy videó miatt, szóval jó van, örüljél, úgy van. Ja, amúgy köszi az dialszettet. Köszi a dialszettet, azt akkor már becsórom, hogyha ennyire izé voltál. Az most már akkor így az enyém lesz. Kedves kis. Ja, amúgy igen, srácok, hogyha esetleg, ugye tudjátok, ezután a videó után, 2 perc rá, a következő premier ugye nagy csatornában kezdődik, ott is lehetek ott. Még mindig hari van? Igen, még mindig haragszok. Szóval még el kell gondolkodnom azon, hogy a következő videóban magammal hozlak-e. Mert nem tudom. Aj, most szomorú. Jó van, kicsit megbocsátottam, jó? Egy kicsit. Egy minimálisan. De még nem teljesen, jó? Jó? Oké, na. Jól van. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ebben a videóban. Ugye 2 perc szóval kiderül, hogy miért is haragszom egy kicsit kisre a következő videóból. Hogyha érdekel, ugye akkor csekkoljátok le ugye a nagy csatornámat, és ugye ott fog kezdődni a premier. Aki meg ugye később látja ezt a videót, az meg ugye utólag is vissza tudja nézni. Akkor ennyi volt, srácok, ebben a videóban. Ugye ennyit csináltunk, hogy a kis megcsináltuk, megtaláltuk, meg minden. Hogyha tetszett ugye a videó, akkor csapastok ugye egy feliratkozást, egy lájkot, nyomjatok meg ugye a csengőt, ezt a nagy csatornámon is lehetőleg, a Twitch csatornámat légy szíves, kövessétek be, ott van a leírásban ugye a link. Mi van még? Ugye az MC Shop, ugye budapesti playlightingin leszünk, mint MySide-osok. www.myside.hu, körülbelül ennyi. Na srácok, akkor tényleg köszönjük, hogy itt voltatok. Én Dani voltam, és ja, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!